Hát először mindig megfestem az alapját, és akkor utána várok egy napot, míg megszárad teljesen. Galla Zsóka egy 19 éves bátaszéki diáklány, épp hogy túl van az érettségin, és a gazdasági egyetemre készül. Körülbelül egy évvel ezelőtt azonban szürrealista képeket kezdett el festeni. Nagyon kicsi korom óta csinálom, tehát óvodás korom óta, mióta az eszemet tudom. De így komolyabban a festészettel körülbelül a koronavírus kirobbanása kor kezdtem el foglalkozni, így a nagy karanténban, mert hát unatkoztam, meg valamivel le kellett vezetni az iskolai stresszt, és akkor készültek el az első olyan festményeim, amiket én is szeretek. Azok ilyen nagyobbak, meg hát nem tudom, úgy érzem, hogy kezdem megtalálni benne a stílusomat, és most tartok ott, hogy hát talán ebből lehet valami, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle. A karantén elején ezt az egész komoly festést úgy kezdtem, hogy a híres festőknek lemásoltam a képeit, lefestettem ilyen kicsikébe, de ezt csak azért csináltam, mert szerettem volna valami díszeket a szobámba alkotni. És akkor ezt vízfestékkel csináltam, aztán hát megtetszett ez az egész, teljesen magával ragadott, és vettem egy vásznat, és az első képemet szerintem 2 nap alatt ráfestettem. De most fejeztem be kb. 2 hete egy olyan képet, ami már 1 éve készül. Mert nem tudom, azt is elkezdtem, és egyszerűen nem volt ihletem, hogy most hogyan kéne folytatni, és ott állt a szobámban, aztán 2 hete elővettem, odaálltam elé, és kész lett. Az általános iskolában Bátker Rika nénihez jártam festészet szakkörre, de nem éreztem magaménak, mert mindig megmondták, még ha csak a témát is megmondták, hogy jó, most akkor ez a téma, ezt kell csinálni, és én nem szerettem. Mármint azt a szakkört nagyon szerettem, csak azt nem, hogy megmondták, hogy mit csináljak, hanem nekem kellett az alkotói szabadság. És hát utána kiiratkoztam, meg ugye átmentem középiskolába, és nem foglalkoztam ezzel, úgy elment a dolog a tanulás miatt, meg a barátok miatt, meg csak szimplán néha lusta voltam, és akkor tényleg a karantén miatt. Úgyhogy mondhatom azt, hogy a koronavírus miatt, vagyis hogy a koronavírus rám pozitív hatással volt. Úgyhogy köszönhetek neki valamit. Ez az én utam, úgy érzem. A festészet mellett még úgy szoktam festeni, hogy az arcomra, és akkor különböző sminkeket csinálok, meg hát tavaly felfestettem az arcomra Van Goghnak a csillagos égét, csillagos éjszakáját, illetve megpróbálkoztam a ruhára való festéssel is. Csináltam egy jacket, az is szintén Van Gogh kép, mert ő a kedvenc festőm. Ilyen különböző festési technikákat nem igazán tanultam, tehát ez mind a fejemből származik, de szerintem ez teljesen jól van így, mármint a Vincent Van Gogh se tanult szerintem, hogy hogyan vezessük az ecsetet. De nem csak Van Gogh van hatással Zsókára. Legjobban engem a Vincent Van Gogh, a Salvador Dali és a Gustav Klimt inspirál. És hát a Gustav Klimtben azt szeretem, hogy ilyen nagyon részletekbe menő. És én is szeretem a képeimen a mindenféle részletet kidolgozni, hogy az ember ott álljon előtte, és ott kelljen álljon előtte, amíg minden egyes kis részletet meg nem néz. De a legtöbb képem az szürrealista. És csak így, hát az egész úgy zajlik, hogy odaállok a vászon elé, előtte kicsit gondolkozok, és elkezdek festeni. És mindenféle ötletet, ami az agyamban van, odarakok a vászonra. Ezért szürreális, mert például nem egy tájat festek le. Nem is tudnék lefesteni egy tájat szerintem olyan teljesen élethűre. Nagyon tetszenek a képei elsősorban. Amikor, hát talán 2 éve voltunk Horvátországban, akkor elmentünk egy Salvador Dali kiállításra, és az egyszerűen csodálatos élmény volt. De igen, vannak szürreális gondolataim, annyira nem ilyen furcsák, de például valamelyik nap ültünk az autóban,
és egy erdő mellett haladtunk el, itt fölöttünk volt nagyon magasan az erdő, és olyan volt, mint a brokkoli. És akkor hát kitaláltam, hogy majd az egyik képemre úgy fogom az erdőt valahogy rá festeni, hogy mintha brokkolik lennének, vagy mint a karfiol. Szóval azért ilyen gondolataim vannak. Van olyan, amikor például álmodok, és akkor az álomból jön valami kép. Most is például este kitaláltam, hogy a cicámról szeretnék valamit alkotni. Még nem forrad ki teljesen, hogy mi, de biztos, hogy benne lesz a fekete cicám. Azonban annak ellenére, hogy ennyire kiteljesedik Zsóka a festészetben, egyelőre más úton indul el a nagybetűs életbe. A gazdasági egyetemre szeretnék menni, és ott marketinges szeretnék lenni, de nem tudom, nagyon érdekel a fotózás, a sminkelés, a festés, de ezek szerintem mind így hobbi szinten. Az a baj, hogy nincs még így kiforrott jövőképem, szóval így úszok az ára, lesz, ami lesz. Biztos, hogy be fogok iratkozni egy ilyen maszkmesteri tanfolyamra, amivel majd elmehetek esetleg ilyen stúdiókba a színészeket kimaszkírozni, mert ez a világ is nagyon érdekel. Meg esetleg egy sminkmesterit meg lehetne még csinálni OKS képzésen, az is nagyon, nagyon jó lenne. Úgyhogy szerintem ezek meg lesznek majd a jövőben. A családja is teljes mértékben támogatja, és bátorítják, hogy vigye el a képeit kiállításokra és versenyekre. Egyelőre csak a közösségi oldalaira feltöltött fotókon tekinthetik meg az érdeklődők az alkotásokat, vagy élőben a család otthonában. A családi házunkban van egy külön fal, ahol csak az én festményeim vannak, de persze ez még majd bővítésre kerül, úgyhogy szinte az egész ház majd tele lesz az én festményeimmel. Tehetségét és festészet iránti szeretetét az anyai nagymamájától örökölte, de a család többi tagja is jó kézügyességgel van megáldva. Bár azt mondja, csak hobbi szinten szeretne foglalkozni a festészettel, mégis nagyra törő vágyai vannak. Azt szeretném, hogyha majd lesz egy saját házam, vagy saját lakásom, akkor abba egy ilyen kis művészszobát ki szeretnék alakítani. És akkor talán az lehetne egy ilyen kiállító terem is, ahova néha eljönnek emberek, akiket érdekelnek, és esetleg hát vásárolnak a képeimből. De hát az nagy álmom nagyon nagy, hogy bekerüljek egyszer egy múzeumba. De hát azt szerintem még nagyon messze vagyok tőle.